Sok szeretettel üdvözlök mindenkit innen Németországból. Most innen videózok, mert most itt lakom egy ideig. Megyek dolgozni délután. És hát szerettem volna videózni egy témáról, ami már többször megfordult a fejemben, hogy hát, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni és videót készíteni belőle, de most már úgy érzem, egyrészt nagyon sok felismerésem volt, észrevételem, másrészt meg amilyen entitások és energiaáramlások működnek most a földünkön, a környezetünkben, ezért azt gondolom, hogy erről is beszélni kell. Hát ha ebből is energiát nyer a föld, vagy rezgést, hát ha tudok ezzel, ha csak egy embernek is segíteni, nekem már az is nagyon nagy jó visszajelzés, és hálás vagyok akkor azért, hogy volt miért elkészíteni a videót. Úgyhogy hát szeretnék mindenkit megkérni, hogy ezt a videót, ha most meg is nézi, akkor egy kicsit több nyitottsággal, kicsit több, hát hogy mondjam, lélekkel nézze meg, mert hogy ez most arról fog szólni, és hát nagyon-nagyon kértem az égieknek a segítségét, már a tegnap este is, mert tudtam, hogy ma videózni fogok, ugye napok óta készülök rá egyébként, nagyon sokat jegyzeteltem, nagyon sok, tényleg még soha életemben nem jegyzeteltem ennyit egy videóhoz, úgyhogy hát igyekszem ezt úgy elmondani, kicsit lassabban talán, tisztábban, hogy érthető legyen, és azt tudjam átadni, amit szeretnék. Azzal szeretném kezdeni, hogy az első felismerésem az energia alapú volt ebben a témában, és igazából ezt vittem végig az egészbe, amire ráépítettem a gondolataimat, és amihez rá kerestem, jegyzeteltem. Szóval a természet egy energia, aminek különböző fázisai alakulnak ki az önmagát teremtő folyamatában, és ennek az erősebb energiája a yang energia, és ennek a gyengébb szakasza, ami gondoskodik a továbbműködésről, pedig a ying energia. Ha az energia áramlásba akadály gördül, akkor blokkok jönnek létre az ember szervezetében, és ugye megakad az energiának az áramlása. Ekkor alakul ki a meridiánoknál gócpont, ami okozhat bármilyen neurológiai, vagy bármilyen szervi megbetegedést, és egy ilyen diszharmonikus állapotot hoz létre az emberben, tehát egy diszharmonikus állapotot hoz létre az embernek a lelkében is. Az ember egy korlátlan tudatból és energiából összegyűlt lény, tehát az embernek a lelkében, mivel egy energiaháztartásunk van, ezért nekünk mind a két pólusnak működnie kell, mind a yang energiának is, és a gyengébb szakaszának a ying energiának is, hogy akadálymentesen tudjon működni. Úgy is szokták nevezni, hogy a ying az a női energia, a yang pedig a férfi energia, de ha mi valóban energialények vagyunk, már pedig azok vagyunk, akkor bennünk mind a kettőnek el kell tudni helyezkednie ahhoz, hogy természetes módon tudjon működni a szervezetünk blokkok nélkül. Tehát a lelkünkben, független a biológiai testünktől, mind a két pólus, mind a yang és mind a ying pólus megtalálható. Sokan állítják, és én is azt gondolom, hogy mi emberek androgűn lények vagyunk, ami azt jelenti, hogy férfi és női lelkű lények egyszerre. Ahogyan például az angyalok is nemtelenek. A teremtésben, és ezt nem én találtam ki, Isten a mindenható a saját képmásáról alkotta meg az első két embert, Ádámot és Évát. És ez most egy elég provokatív kérdés lesz, de akkor hogyan képzeljük el Istent? Persze nem arra következtetek ebből, hogy mi is Istenek vagyunk, de azt gondolom, isteni lények vagyunk, mert Isten által létrehozott teremtő, teremtés által létrehozott lények vagyunk, energialények, tehát ahhoz, hogy működjünk, ahhoz mind a két pólusnak áramolni kell bennünk. Természetesen élhetünk a biológiai testünk által ránk ruházott névegyekkel és ahhoz hozzárendelt viselkedési formákkal, de amint ráébredünk arra, hogy bennünk mind a két pólus megtalálható, független a biológiai testünktől, ráébredünk arra is, hogy teljesen fölösleges bármilyen szerepet játszanunk, és egyáltalán nem szorulunk rá egy másik léleknek
bármelyik ying vagy yang energiapólusára. Innentől bátran kijelenthetem, hogy két lélek összekapcsolódása az nem nemi identitás kérdése. A nemi identitás különben azt jelenti, hogy egy ember, egy személy, egy lélek független a biológiai testétől milyen neműnek érzi magát, vagyis a lelkét, ami egyértelműen egy energia, ami mind a két pólust tartalmazza. Tartalmaznia kell, mert máshogy nem tudna működni. És ezért is van az, hogy nagyon sok ember magával azonos nemű másik lélekben találja meg a társát, bele tud az energiáramlása harmonikusan működni, és nem egy diszharmonikus állapotban kell élnie. Persze nem minden esetben, mert az ugyanúgy megtalálható akkor is, hogyha egy ellentétes nemű személyben, lélekben találja meg ezt az állapot, kiegyenlítést úgymond, vagy hogy aki mellett tud működni, az energia háztartása rendesen, és nem kell energiát tőle elvennie, meg adnia folyamatosan, hogy fent tudja tartani a rendszert. És ha egy ember mégis a saját biológiai, saját megegyező nemű lélekkel találja meg ezt a társas kapcsolatot, ahol harmóniában tud élni, az szerintem egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő most meleg, vagy biszexuális, vagy leszbikus, mert azt már úgy hívják, hogy szexuális orientáció. A szexuális orientáció az viszont nem a lélekhez tartozó történet, a testi vágyakat elégíti ki, a testi elképzeléseket, amit ugye a biológiai testünk generál bennünk, meg az egónk generál, ugye a társadalmi elvárások, követelmények, ezek így együttesen generálják bennünk, és ez a vágy igazából se nem rossz, se nem jó, ez abban a függvényben változik, hogy mire használják fel. Lehet ezt felhasználni a hústest és a lelkitest kielégítésére is. Ugyanis az ember teste a hajlék, és sokan a testet tekintik az embernek. Most fel szeretnék olvasni valamit, amit találtam, mert ezt nem a saját szavaimmal szerettem volna elmondani. Egy bizonyos David O. McKay a Bibliából jegyzetelt ki információkat, és azokat elemezte ki, és azokat szeretném most csak egy néhány pillanatban felolvasni és elmondani. Az ember kettős lény, élete pedig Isten terve. Ez az észben tartandó első alapvető tény. Az embernek van egy természetes teste és egy lelki teste. E tény kijelentésében a szentírások nagyon világosak. És az istenek embert formáltak a föld porából, és vették a szellemét, azaz emberbe helyezték, és orrába bocsátották az élet leheletét, és az ember élő lélekké vált. Az ember teste tehát pusztán a hajlékot jelenti, amiben lelke lakozik. Túl sokan, túlságosan sokan hajlamosak a testet tekinteni az embernek. Következtetésképp erőfeszítéseiket a test gyönyöreinek, vágyainak, kívánságainak és szenvedélyének kielégítésére fordítják. Túlságosan kevesen ismerik fel, hogy a valódi ember halhatatlan lélek, ami intelligencia, vagyis az igazság világossága, ami önmaga is él, még mielőtt testet nemzenének számára, és hogy ez a lelki lény annak minden jellegzetes vonásával együtt tovább fog élni akkor is, miután a test megszűnik reagálni földi körülményeire. Ezt mondta az üdvözítő. Kijöttem az atyától, és jöttem-e világba. Ismét elhagyom-e világot, és elmegyek az atyához. Ahogy Krisztus korában létező lelke életre keltette húsból és vérből való testét, úgy történik ez a földre születő minden korában létező lelkével is. Tartsátok ezt emlékezetben az élet első alapvető igazságaként. A fizikai ember vágyainak és kívánságainak szolgálata csupán pillanatnyi megelégedést hoz, és boldogtalansághoz, gyötrelemhez és lehetséges lealacsonyodáshoz vezethet, a lelki teljesítmények azonban olyan örömet okoznak, amit később nem kell megbánni.
sokan azt mondják, hogy az embernek azért vannak ilyen változások az életében, hogy akár egy azonos biológiai testű lélekkel jön össze, és megváltozik az élete, mert hogy ezt a másik nem elrontotta. Tehát a férfiak esetében a nők esetében a férfiak. De szerintem a probléma, azaz a megoldás, az sokkal mélyebben gyökerezik. Bár nyilván ezért is alakulhatta ki úgymond ugye az egóba, a testbe, meg a lélekbe vágyak, esetleg ezért vannak azonos biológiai nemű lelkekkel. Ugyanis az ember születésétől kezdve kapcsolatokban vannak anyai kapcsolatok, apai kapcsolatok, családi minták, gyerekkori szerelmek, fiatalkori szerelmek, későbbi szerelmek, házasság, melyeket általában vágyból, kötelezettségből, elvárásból megél, úgymond a hústest kielégítésére. Nem az a legnagyobb probléma, hogy ezekben a kapcsolatokban az emberek nem látják egymást, hanem a legnagyobb probléma az az, hogy az ember saját magát nem látja, hogy ő egy energia lény, és hogy mind a két pólus megtalálható benne, és azon mind a két pólus minden részével kellene azonosulnia, működnie, semmilyen szerepet nem kellene vállalnia, semmilyen szerep kötelezettsége nincsen. És őszintén ezekből a kapcsolatokból rengeteget láthatunk, és nagyon keveset azokból, ahol két lélek energiaháztartása, most mindegy, hogy milyen fajta kapcsolatban, tehát heteró, meleg lesz, teljesen mindegy, de hogy két embernek, két léleknek az energiaháztartása tökéletesen kiegyenlíti egymást. És nem azért, mert elvesz, visszaad ugye ezekből a pólusokból, hanem alapvetően önmagában jól működő két rendszer van együtt, és nem egymásból táplálkoznak, és nem egymást csonkítják meg. Mert a legtöbb kapcsolatban két egymásból táplálkozó személy, egymásra rászorult személyt láthatunk, akik kétségbe esettek, félelemmel vannak tele, szeretetlenek, boldogtalanok, feszültek. Mégis ez az etalon sokszor, mert hát ez a rend, ez így van rendben, szóba jön közben az anyagiasság is, és a többi, ami miatt ezt az emberek tökéletesen elfogadják egymásban, ugye tudattalanul. Mert hát gyerekkorunktól ezeket az információkat kapjuk, hogy ezek a kapcsolatok így normálisak, ez ilyen, a házasság olyan, a szerelem is ilyen, minden normális, ez így van elfogadva, semmi baj, hogy az ember megbetegszik, semmi baj, hogy az ember teljesen nullán működik energiaszinten, mindenféle problémája van napról napra, és nem csak a társát, vagy ha egyedül van, más embereket is lehúz, emiatt ez teljesen normális, mert ennek így kell működnie. És számomra teljesen lélekidegenek azok a szavak például, hogy asszonyom vagy uram. Az uram erőteljes yang energia, amit a nő nőként nem használ, mert ugye neki azt nem kell használnia, pedig kellene, hogy önmagában normálisan tudjon működni ugye az energiaháztartása, és ezért szokták sokszor mondani a nők azt, hogy nem érzik nőnek magukat, mert amikor a férfi identitású lény, ez is mindegy, hogy milyen kapcsolatban, a férfi identitású lény elzárja a csapot, mert mondjuk most fáradt, vagy mondjuk dolgozik, vagy most nincsen kedve, vagy mit tudom én, bármi, akkor a nő nem kap a yang energiából, és elkezdenek blokkok kialakulni a szervezetében. Ugyanígy az asszonyom is számomra azt jelenti, az egy erőteljes energia, amit a férfi nem használ, pedig kellene ahhoz, hogy normálisan működjön az energiaháztartása, és amikor a nő identitású személy valamiért elzárja ezt a csapot, akkor a férfi hirtelen energiahiányt érez, ugye ezt úgy hívják, hogy energiapangás, és elkezdi magát rosszul érezni, mert ugye nem kap a yin energiából, és egy energiapóluson működik, tehát nem áramlik benne az energia. Tehát én azt gondolom, hogy nem férfinak és nem nőnek nem érzik magukat, hanem egyszerűen rosszul érzik magukat, mert nem jól működik az energia ellátásuk, az energia használatuk.
Sok esetben el kell, hogy mondjam, hogy azok a személyek, akiknek jól működik az energiaháztartásuk, és tudják, hogy milyen energiaháztartású lélekkel kell kapcsolódniuk ahhoz, ha nem is tudatosan, de érzik és észreveszik, és jól érzik magukat egy olyan lélek mellett, akkor nagyon sok esetben, hát ugye a társadalmi elvárások miatt sajnos nem a magától különböző biológiai testű személyben találják meg ezt a harmonikus állapotot. És azt gondolom, hogy akinek jól működik az energiaháztartás, tisztában van vele, hogy benne mind a két energia tökéletesen megtalálható, és tökéletesen tudja használni, abszolút nem szorul rá arra, hogy szerepeket játszon, arra, hogy elnyomja magába ezeket az energiákat, vagy hogy túl sokat vegyen ki azokból a másik ember számára. Gondoljunk csak bele! Menjünk az utcán, sétál velünk szembe egy kutya. Oda jön a kutya, megáll velünk szembe, ránk néz, csóválja a farkát, feláll a két hátsó lábára, és megölel bennünket a két első lábával, és mi megfújjuk a kis buksiját, és örülünk neki, hogy hú, de jó érzés, átérezzük ezt a szeretetérzést, és áramlik bennünk meg benne is a yin-yang energia, és gondoljunk bele, hogy érdekel minket az állatnak a biológiai neme. Ilyenkor elgondolkodunk, hogy na ez vajon egy fiúkutya, vagy ez vajon egy lánykutya? Mert szerintem nem. De miért nem? Ha egy ember jönne oda hozzánk így, a farkát mondjuk tegyük fel, hogy nem csóválja, és megölel bennünket, rögtön ugye elkezdünk attani, most független attól, hogy milyen biológiai testű vagyunk, meg ő is, de hogy az egy másik biológiai test, mindegy, hogy milyen, és ehhez elkezdünk alkalmazkodni, az egónk elkezd hozzá alkalmazkodni, és hirtelen már nem áramlik a yin-yang energia, mert elkezdenek blokkok kialakulni az emberbe, és nem érezzük a szeretet érzést. Ezt azért mondom el, mert úgy gondolom, hogy ez a társadalom, ahogy most van, teljesen lélekidegen, és ezért is akartam, szerettem volna erről beszélni, hogy próbáljunk már ezen változtatni. Androgűn ember egy lélek, ami nem jobb vagy bal pólusú, sokkal több energia tud felszabadulni akár egy ilyen helyzetbe, és bármilyen másik helyzetbe ahhoz, hogy magasabb rezgésen működjünk. Azt gondolom, valaki tisztában van a működésével, és nem a hústestet, az ego által létrehozott vágyait keresi egy másik lélekben, akkor meg tudja találni a számára megfelelő partnert, lehetőleg szintén egy olyan embert, egy olyan lelket, aki szintén tisztában van energia áramlásával, és jól tudja működtetni önmagában, és össze tudnak kapcsolódni, és azonosulni tudnak egymással, akkor megszűnik minden olyan harc, vita, bántás, hazugság. Ezekre abszolút nincsen szükség, mert a két ember látja egymást, érzi egymást, valójában hegyeket tudnak megmozgatni együtt, és erre igazából a társadalomnak abszolút nincsen szüksége, a vezető társadalomnak. Elgondolkodtató, hogy miért is nyomják el azóta, amióta tudják, hogy ennek mekkora ereje is lehet. Ugyanis azért régebbi korokban ott voltak például az amazonok is, akik harcos nők voltak, és a férfiakat ugye utódnemzésre használták, és csodákat műveltek. Most csak egy példa, nyilván nem ez az etalon, mert én abszolút nem azt mondom, hogy csak ezek a kapcsolatok ilyen nagy rezgésűek, mert nyilván két különböző biológiai nemű lélek is tud együtt rezegni, sőt, de két biológiai azonos nemű lélek is tud. Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben nagyon sok olyan kapcsolat ment tönkre, mely nem jól működött, és most történnek találkozások, és történnek kapcsolódások, és nyilván olyan dolgokat mondtam, amit már nagyon sok mindenki is tud, és valakinek abszolút nem mondtam újat ezekkel a dolgokkal, annak nagyon örülök, de esetleg lehet, hogy valakit meg tudtam erősíteni, vagy egyszerűen csak el tudtam indítani egy úton ezzel a videóval, annak is nagyon örülök. Hát biztos vagyok benne, hogy valaki meg teljesen elzárkózik ettől a témától, az meg, megmondom őszintén, hogy
nem annyira érdekel. Mert itt most a cél a lényeg, és a cél az pedig az, hogy a földrezgését felemeljük. És a szeretet érzésével, az energia áramlásával tudunk segíteni, és tudunk befogadni segítséget. Hát nagyon szépen köszönöm, ha valaki végignézte a videót, és örülök, hogy el tudtam mondani. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek!